Sziasztok! Kristóf, a kockás ember. Ez pedig itt nem más, mint a Technik Szerda. Mai adásban megnézzük a 8458-asnak a B verzióját. Ahogy ígértem nektek, az A verzió bemutatójában itt van a B verzió is a 8458-as készletnek, és ahogy ígértem, kezdeném egyből egy személyes történettel, ami nem más, mint hogy felnőtt fejjel újrakezdő legózóként elkezdtem vásárolgatni a különböző készleteket, és egyszer belefutottam egy hirdetésbe, ahol ez a készlet, meg egy másik készlet volt, röhelyesen alacsony áron, és egyből lecsaptam rá, és sikerült megszerezni, és az volt az első ilyen hatalmas készlet ezzel a futurisztikus világgal. Persze volt benne hiány, amit pótolni kellett, de nagyon-nagyon imádtam az egész készletet, nagyon megnyerő volt, és egy olyan nagyon jó eső érzés volt. Mondhatnám azt, hogy ez volt a lendület ahhoz, hogy folytassam tovább, amit elkezdtem. Szóval ez egy nagyon ilyen számomra jó eső emlék, amire szívesen gondolok vissza, és ezért is meséltem el nektek. De térjünk át a készletre. Amint látjátok, egy zseniálisan jó futuriszkus kinézet, pont úgy, ahogy a Forma 1-es, ugye hozza ezt a 2000-es években LEGO Technic irányzatot, hogy ezt az A-verziónál is elmondtam. És amíg belekezdtem a kinézetébe, akkor nézzük végig. Ugye egyrészt ez egy versenykamion elvileg, de hogyha egy kicsit jobban elnézegetjük, akkor azért valamennyire rá lehetne mondani, hogy lehetne ez rendesen egy futurisztikus kamion is a kialakításával, legalábbis én simán el tudnám képzelni, de maradjunk a versenyverziónál. Nagyon jó megdöntések vannak, ezek a panelek nagyon jól hozzák ezt a száguldásra termelt kialakítást, hogy tud gyors lenni, kerekek, hogy így ennyire kilógnak, illetve a középen elhelyezett V10-es motor, ami ugye majdnem egy az egyben átkerült a Forma 1-esből, és kamion létére természetesen megvan hátul a nyereg, de azért ez inkább csak jelzés értékű, de nagyon jó, hogy rátették, mert ezért nagyon hiányzott volna ez a hátuljáról. Az elején is nagyon jó, kicsit sajnálom, hogy ez a verzióból az összes matrica jelzik, különben itt lennének a lámpák, így inkább csak oda tudjuk képzelni, de ez legyen a legnagyobb bajának a készletnek. Térjünk át a funkciókra, mert hőséggel akad. A legérdekesebb része az maga az, hogy itt is előre nyílik a kabin, bár ugye nyilván nem lenne rá szükség, hiszen a motor középen van, de van rá lehetőség, és ehhez egy reteszt kell elhúznunk, és aztán szépen felnyílik magától. Ami ez külön érdekesség, hogy a hűtőmaszk magától szépen kinyílik, így tud még jobban előre dőlni, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon szép, komplex mechanizmus, hogy még azt is kinyitja ahhoz, hogy szépen előre tud dőlni, szóval ez egy nagyon jó kitaláció. Értelemszerűen működik a motor, hátsó tengely hajtja, ahol van egy diffing, illetve természetesen tud ez is rugózni pont úgy, mint a Forma 1-es, szépen megvan a megfelelő rugóutak, teljesen jól működik, nem olyan vészesen magas a hasmagassága, tehát így szerintem teljesen jó. És akkor jöjjön a negatívum, amit a funkciók közt kell megemlíteni, ugye ez a kormányzás, ami van benne, de pont úgy, hogy a Forma 1-esnél ez sincs kivezetve, hanem a kabinban lévő kormány az, amit tudsz forgatni. Azok az érdekesség egyébként, hogy van kivezetés a kormányhoz egy másik ponton, tehát meg lehetne oldani, de valamiért ezt nem vitték végig a LEGO tervezői, szóval ugyanúgy, ahogy a Forma 1-es, ez is csak a kabinban irányítható. Ezt én nagyon sajnáltam, ugyanis így a játékélmény szörnyen leromlik. Érdemes még egy szót megejteni a felfüggesztéséről, hiszen ezt is hozza magával a Forma 1-esből. Mondhatnánk azt is, hogy igazi versenytechnikát hordoz magával ezekkel a keresztlengőkarokkal, ez a versenykamion. Igazság szerint azt kell mondanom, hogy nem csak az A verzió kiúró ebben a készletben, hanem a B verzió is, tehát igazán kitettek magukére a LEGO tervező annak idején. Így érdemes mindenképp beszerezni, én azt gondolom, bár tény, hogy egyre drágább lesz, ahogy telik múlik az idő, hiszen ez is már egy 21 éves készlet. Kis érdekesség a másik két Forma 1-es készletről, ugye, amit emlegettem az A verzióban, hogy ez nem más, mint a 84-61-es, valamint a 86-74-es készletek. Ugye nekik nincs B verziójuk, tehát nem adták ki hozzá mondjuk ezt a kamiont újra, hanem ott csak is kizárólag a Forma 1-es tudod összeépíteni. Nagyon érdekes, illetve még egy érdekesség ehhez a készlethez, hogy lenne egy C verzió is, méghozzá rendes gyári C verzió, ami a Forma 1-es kocsi egy ilyen kicsit jobban betakart, bekasztizott verziója, de az csak online volt elérhető, és én sajnos nem találtam meg sehol azt a összeragási mutatót.
Ha valakinek esetleg megvan, vagy tudja, hogy hol lehet, megvan egy linkje például, hogy hol van föltöltve, akkor az legyen kedves, tegye be itt kommentek közé, osszam meg a többiekkel, mert az is nagyon-nagyon jól néz ki, de vetettem egy képet, hogy lássátok, miről is beszélek. És el is érkeztem a szokásos, kinek ajánlom, kinek nem. Hát itt továbbra is azt kell mondanom, hogy aki az A verziónak tetszett, azt ugyanúgy tudom ajánlani ezt a B verziót is, tehát nem igazán tér el a kettő egymástól, és ugyanígy nézünk ki, akinek nem ajánlom része, hiszen ott is, ha valakinek nem jön be az, ennek a fő készletnek a fő verziója, annak nem is tudom ezt a versikat verziót csajálni. És az el is érkeztem a videó végéhez, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor jöhet a like, ne felejtkezzek el feliratkozni, hogy megkapjátok az értesítést a következő videókról, mert zseniális videók érkeznek, valamint jöhet a kommentáradat, hogy mit szóltok ez a készlethez, kíváncsian várom a ti véleményeteket. A következő videó pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!